Volt egy ötletem, egy elképzelésem, hogy korábban mindig a fiatal korosztálynak voltak különböző mérkőzéseik egymás ellen, a vidéki csapatokkal együtt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom megszervezni az öreg fiúkat, a 35 év feletti játékosok, hogy mérettessék meg egymással a tudásukat. Ezáltal, hogy idősebb korosztály találkozott, itt talán össze tudtak jönni azok a játékosok, akik korábban együtt játszottak, akár itt Bábolnán, az SL csapatába, vagy esetleg más csapatoknál, és így egy kis eszmecserét folytattak egymással, meg ebbe a rohanó életbe egy picikét talán elmondták egymásnak örömüket, bánatukat is. Hosszú! Két külföldi csapat meghívásával szerettük volna ezt a rendezvényt végrehajtani. Hidaskürt és egy osztrák csapat részvételével. A Hidaskürt el is fogadta a meghívást, az osztrák csapat meg elfoglaltság véget nem tudott jönni. Így 6 csapat vett részt ezen a rendezvényen. Hidaskürt, Komárom, Kisbér, Bőny, Bábolna és Tárkány csapata. Első helyezett lett a Bőny, második helyezett lett a Kisbér, harmadik helyezett lett a Bábolna, negyedik helyezett lett a Komárom, ötödik helyezett megosztva Tárkány és Hidaskür csapatai között történt. Na most gólkirályunk is lett, amit a bábolnai csapatból Hajdu Tibor nevezetű játékos 7 góllal nyert meg, és volt egy felajánlás még, a legsportszerűbb csapatot viszont a Hidaskürtnek találta a közönség is, és a játékos társak is. Szeretném itt megragadni az alkalmat és megköszönni a Bábolna RT Független Szakszervezeti Bizottságának, a Ménes Birtok Kft.-nek, a Loba Kft.-nek, nem utolsó sorban a Takarmányipari Kft.-nek is azt a segítséget, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvényünk nagyobb sikerrel játszódjon, bonyolódjon le.